Még egyszer köszöntöm a testvéreket. Egy nagyon rövid elmélkedést gondoltam ma estére, és különösen egy olyan proféciáról, amit nem nagyon szoktunk így nevezni, a Zsoltárok könyvében találunk egy proféciát, ami a végidőre szól. Általában úgy szoktuk, hogy a Jelenések könyve, a Dániel könyve is, vannak a kis profétáknál is, jövendőlések a végidőre, de találunk a 37. Zsoltárban egy részletet, és ebből egy pár gondolatot szeretném, ha felfrissítenénk egy kicsit. Ottan a 29. verstől így mondja Isten igéje, így mondja ez a Zsoltár, akinek a szerzője Dávid, aki tudjuk, hogy milyen jól indult, aztán hova került, és igazi bűnbánatot tartott, és kiszabadult abból a gonoszságból, amelyben belekerült. És ilyen látomást is adott neki az Isten, hogy mi lesz a gonosz világnak a végén, mi lesz a gonoszoknak a sorsa, mi lesz az igazaknak a sorsa, és ezért nekem úgy tetszik ez a Zsoltár. A következőképpen olvasom. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igazaknak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Az igaznak nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja azt annak kezében. Sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Az igaz. Aztán egy felhívás van, várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Azt írja tovább, láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedni azt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Láttam. Tehát Dávidnak is betekintést adott az Isten, hogy lássa meg, hogy mi lesz a vége ennek a nagy küzdelemnek, az igazság és a gonoszság közötti nagy küzdelemnek, mi lesz a vége. És a folyamatáról is beszél, mikor azt mondja, hogy leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi, de Isten nem hagyja el. És ez egy olyan bátorító, biztató gondolat. Bízhatunk Istenben, hogy nem fog elhagyni bennünket, hogyha az ő utasítása szerint tanuljuk, kutatjuk a Bibliát, Isten igéjét, és értelmezzük úgy, ahogy Isten nekünk azt küldte, akkor Isten nem fog bennünket a sátának a kezében hagyni. Várjad az Urat, őrizd meg az ő utát, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet. Milyen földről beszél? Biztosan, hogy arról a földről, amit Jelenések könyvben olvasunk, hogy látám új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala. Látomásban látta Dávid is ezt az időt. És azért biztat bennünket is, hogy várjuk az Urat. Tovább azt mondja, miután elmondta, hogy a gonosz úgy elhatalmasodik, mint egy vadfa. Hát, hogy mennyire van elhatalmasodva a gonosz most, ezt soha nem volt ilyen. Hogy ilyen rettegésben él egy egész 7 milliárd ember. És Isten ebben a nehéz időben is mellettünk akar maradni mindvégig. És megígérte, hogy nem hagy bennünket a sátánnak a kezében.
Tovább azt mondja, de elmúlt, mi múlt el? A gonosznak az elhatalmasodása, terjeszkedése, amely borzasztó méreteket ölt a mi napjainkban. Nem is gondoltunk ilyenre ezelőtt 20-30 évvel, hogy ilyen világ köszönt ránk, és íme benne vagyunk. És Dávid látomásban látta, és azt mondja, hogy de elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Tovább megint egy szép felhívás. Ügyelj a fethetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. Tehát van feladatunk. Ügyeljünk, vigyázzunk, ahogy itt írja az igen. Tovább azt mondja, de a bűnösök mind elvesznek. A gonosznak vége a pusztulás. Az nyilvánvaló a Bibliából, és tudjuk ugye, hogy akik erre a földre születtünk, mindnyájan bűnösökként jöttünk, bűnben melengetett a mi anyánk, ahogy mondta Dávid is. De ebből a bűnös állapotból azért jött Jézus Krisztus, hogy kiszabadítson bennünket innen. És nekünk kell ebben hinni, nekünk döntenünk kell ebben, hogy minden áron ki akarunk szabadulni az Isten akarata szerint ebből a romlott világból. Itt két embercsoportról van szó, nincs több, nincs annyi vallás, annyi irányzat, annyi elmélet. Két embercsoport, az igaz és a bűnös. Az igaz örökli a földet, a bűnös pedig el fog veszni, ha bűneibe marad, ha bűnből nem tér meg. Pedig Isten olyan csodálatos szabadításnak útját tervezte el, véghez vitte, folyamatában van most is, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy kiszabadítson bennünket ebből a romlott világból. Tehát a bűnösök mind elvesznek. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején, amilyen most van. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert bíznak benne. Ez is egy feltétel, hogy a mi szabadításunk valóságos legyen a bűnből, nagyon fontos tényező, hogy bízzunk benne, higgyünk benne, és amit tőlünk elvár, azt tegyük meg. Hogy Isten gyermekei vagyunk, dicsőség az Úrnak, de mindenki az Isten gyermeke. Csak vannak engedelmes gyermekek, és vannak engedetlen gyermekek. De mindenki Isten gyermeke, mert ő teremtett bennünket. Attól függ, hogy szófogadó gyermekek vagyunk, vagy engedetlenek vagyunk. Tehát hangsúlyozni szeretném, hogy a végidőben két csoport lesz. Az igazak és a bűnösök. Az igazak is bűnösök voltak, de Krisztus kiszabadította őket. Drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztus vérén kiszabadította őket. Bárcsak mi is lennénk ezek. Szeretnék egy pár gondolatot a Világ reménye című könyvből, nagyon tömören meg van fogalmazva, hogy mi a mi részünk. Hogy teljesen ki tudjon bennünket szabadítani Jézus Krisztus a sátánnak a karmai közül. Van ott Jézus Krisztusnak egy nagyon hosszú prédikációja, a hegyi beszéden tartott prédikációnak a végén, van egy ige, biztos emlékeztek rá, és azt Ellen White körülírja egy kicsit pár gondolattal, és ezt olvasnám el. Azt írja,
Tehát ebben a könyvben a 173. oldalon van, biztos, hogy az újabb kiadásban más oldalon található ez a gondolat, de megvan biztos, nem néztem meg, de megvan. Nekem ez a régi könyvem, ennek a történetét elmondhatom röviden, hogy amikor itt éltünk, ide költöztünk, akkor volt egy testvér, aki adventista lévén, de ő a Vankó bácsinak a csoportjában tartozott. Lehet, hogy vannak, akik ismertétek Vankó bácsit. Én nem emlékszem, ha ismertem, vagy nem ismertem, de mindenképpen az ő csoportjában tartozott, külön szakadtak, és úgy gyülekeztek. És oda jutottak, hogy elvetették Ellen White-nak a munkásságát. És egy nap, amikor meglátogattam ott lent, ott a posta mellett, a főúton, meglátogattam, úgy ismerkedtünk, barátkoztunk, és azt mondja, hogy én neked szeretném adni az egész adventist, egész Ellen White könyveit, mert mi már nem használjuk ezeket. És akkor adta nekem ezt a régi könyvet, a Világ reményét, ez a címe, a régi könyvnek ez volt a címe, és ebből olvasok egy pár gondolatot. Azt mondja, Isten gondolatát, szándékát gyermekei elé tárta. Igen, a szerető Isten annyira szeret bennünket, és szereti minden embert, hogyha elindulnak az ő gyermekei egy rossz úton, akkor figyelmezteti őket, mert szereti őket. És megpróbálja elmagyarázni, hogy ne menjetek azon az úton, mert annak az útnak a vége egy megsemmisüléssel végződik, egy pusztulással végződik. És ezért Isten ki szeretné gondolatát és szándékát jelenteni az ő gyermekeinek, akik ezt meghallják, elfogadják, és alkalmazzák is azokat a tanácsokat, amiket Isten ad. Tovább olvasom. Tehát Isten gondolatát, szándékát gyermekei elé tárta. Ez magasztosabb, sem hogy a legszárnyaltabb emberi képzelet felfoghatná. Biztos, hogy ez a gondolat és szándék emberileg nem érthető meg. Felfoghatatlan. És most következik az a gondolat, amit Jézus Krisztus hangsúlyosan ott a hegyoldalon elmondott a prédikációjának a végén. Ez pedig így hangzik. Legyetek ti azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Emberileg mondom, felfoghatatlan. Hogy lehetünk mi, bűnös emberek, ide születettek erre a bűnös földre, hogy ilyen szintre hogy tudunk eljutni? És biztos, hogy érvényes az a mondás, amit szoktunk használni, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tovább olvasom. Ez a parancsolat ígéret is. Értjük, hogy ez egy parancsolat. Ellen White olyan kijelentést kapott, hogy amikor Jézus elmondta ezt a rövid szintet, célt a tökéletességről, azt ír Ellen White, hogy ez a parancsolat ígéret is. A megváltási terv szerint Isten szándéka az, hogy Sátán hatalmában teljesen kiszabadítson. Nem 80%-ban, sem 95%-ben, hanem teljesen kiszabadítson. Ez Isten gondolata, ez Isten szándéka. Teljesen kiszabadítson.